Női labdarúgóink tavaly már történelmet írtak azzal, hogy Zsinórban négyszer hódították el a Magyar Kupát. Idén azért léptek pályára a lányok a fináléban, hogy győzelmek számában is beállítsák az örök rekordot. Öt olyan játékosunk van, aki ott volt az eddigi összes kupa győzelemnél, egyikük viszont még a többieknél is különlegesebb estére készült. Németh Júlia bár ott lesz a keretben a bajnoki döntőben is, de kezdőkapusként a Diósgyőr elleni kupafinálé volt pályafutása utolsó mérkőzése. A játékosok így egy kicsit a csapatot kapitányként vezető társukért is küzdöttek. A DVTK méltó ellenfélnek bizonyult, a mérkőzésből az utóbbi évek legizgalmasabb női kupa döntője kerekedett, de végül beérett a küzdelem gyümölcse. Ez nagyban köszönhető Csiki Annának is, aki élete mérkőzésén két szépségdíjas góllal járult hozzá a 4-3-as győzelemhez. Elképesztően boldog vagyok ennek emiatt a két gól miatt, nem volt gólom volt már egy a kupába, illetve két hete vagy egy hete rúgtam egyet a Győrnek, ennyi gólom volt. Elég sokan cseszegettek a csapatból emiatt, hogy milyen játékos az, akinek egyáltalán nincs gólja. Nagyon-nagyon örülök, hogy most sikerült ennek a gólzsáknak talán kiszakadnia, és remélem ezt tudom folytatni a bajnoki döntőben is. Diósgyőr rúgott két gólt, de bennem bevallom őszintén fel sem merült, hogy ezt a kupát ennek ellen elveszíthetjük. Mentünk az öltözőbe fél időbe, megbeszéltük igazából, hogy 0-0-ról kell folytatni ezt a mérkőzést. Szerintem sikerült váltani, átkapcsolni, és nagyon boldog vagyok, hogy harmadjára is kupagyőztes vagyok. A 22-es mez tulajdonosa pedig végül a magasba emelhette a serleget, az ünneplés első pillanatai után pedig következhetett a ki tudja, lehet, hogy utolsó interjú. A csapatkapitányi karszalagról tudta, mert felkészítettek a csapattársaim, úgyhogy annak is nagyon-nagyon örültem, mert egyébként tényleg nagy megtiszteltetés kivezetni ezt a csapatot, úgyhogy ez olyan nagy élmény volt tényleg, meg átvenni a kupát, egy ilyen szép kupát, meg egy ilyen harcos meccs után, úgyhogy nagyon jó volt. Azt hiszem, hogy ez a mérkőzés ez abszolút szerintem mindenki számára nagyon-nagyon emlékezetes lesz, mert egy nagyon fordulatos és nagyon izgalmas mérkőzés volt. Csiki Annával a főszerepben. Szenzációs gólokat szereztél, Csikszi. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon méltó befejezése a pályafutásomnak. Tudtam, hogy ez lesz az utolsó, viszont, és tudom azt, hogy az elsők meg az utolsók nagyon meghatározóak egy ember életében, viszont azt gondolom, hogy a kettő között történnek a legnagyobb dolgok, úgyhogy ez feláldozás jelentett nekem, hogy ez ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, és élvezzem minden percét. És ez meg volt? Abszolút meg volt, minden percét élveztem. Kevés szebb befejezést tudunk elképzelni egy eredményes sportpályafutás végére, és biztosak vagyunk benne, hogy Júlcsi a rájellemző derűvel és lendülettel állja majd meg a helyét az edzői pályán és a civil életben is. Addig is köszönjük az emlékezetes pillanatokat!